Ezek mind Magyarországon készültek, tulajdonképpen magyar tájak, amiben benne értjük ugye Erdélyt is, meg tehát tulajdonképpen nem a kis Magyarországot, hanem nagy Magyarországot, mert hát erdélyi kép van, talán felvidéki, ilyen dolgok ezek a képek. Ezeknek hát van, amit 20 évet csináltam, de van, amit az utóbbi években. Hát ez is olyan dolog, hogy az embernek, ha van témája, akkor megcsinálja. Ha nincs téma, akkor van, amikor fél évig se tudok csinálni semmit, vagy hónapokig nem csinálok. Aztán utána jön egy olyan hónap, amikor tényleg minden nap dolgozik, csinál valamit az ember. Hát ugye én nagyon régen tanultam a festészetet, hát a Szolnokon jártam iskolába, és akkor ugye a szolnoki művésztelepen a gimnáziumban tanított engem művészettörténetre a Baranyó Sándor, és akkor őtőle tanultam tulajdonképpen az alapokat, amit tudok a szolnoki művésztelepen. Hát azért elég híres művésztelep volt, mert abban az időben igen sok neves festő volt rajta Baranyón kívül is. Aztán ugye, amikor az egyetemre kerültem, akkor már ez háttérbe szorult, tanulni kellett, nem lehetett. A sportot is abba hagytam, ugye ilyen kiskorom óta vívtam, vízipólóztam, eveztem a Tiszán 4-esbe, 8-asba, aztán ez mind abba maradt. Ez is. Tehát a festészet is, akkor tanulni kellett. Aztán, amikor a munka jött, hát akkor megint csak elmaradt. Ezt az utóbbi olyan 25 évet, vagy 25, lehet, hogy 30, akkor kezdtem el újból foglalkozni vele. Alapokat tanultam tőle tulajdonképpen, meg a szeretetet. Meg hát olyan alapvető dolgokat, ugye hát nem is tudom, hogy az abstrakciót, mert nagyon lényeges ez is. Ezt megtanultam, és utána a többi az már saját magam. Tehát én Baranyó Sándort én nem követtem, ugye, mert ő eléggé expresszionista volt. De ő volt aztán a művésztelepnek a vezetője majdnem 25 évig. Egészen 82 éves korában halt meg, 20-ban született, 82 éves korában halt meg Szolnokon, 2002-ben, és addig ő volt a művésztelep vezetője. Ha van valami jó témám, akkor nekiállok, megcsinálom, de ha nincs, akkor nem csinálom. És olaj? Olaj. Csak olaj. Eleinte csináltam vízfestéket, tehát akvarellel is, de nem, most már nem. Se ezekről a színes krétákkal, semmivel nem. Ez lett a szerelem igazán? Hát végül is ez. Ez jó, mert nézd, hogyha nagyon akarok javítani, másnap is tudok, mert nem szállod meg.